Azért az NKE, mert én már gyermekkoromban is elképzeltem azt, hogy rendőr szeretnék lenni. Igazából óvodás koromban volt az az első alkalom, amikor megálmodtam azt, és elképzeltem azt a képet, hogy én egyszer rendőr egyenruhába fogok majd lenni. És mivel Magyarországon jelenleg egyetlen egy felsőoktatási intézmény van, ahol ilyen szinten rendészeti képzés folyik, így a választásom könnyű volt a gimnáziumi tanulmányaim befejezése után, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ez a helyszín. A szakaszparancsnoki szerep valójában egy közvetítői szerep a hallgatók és az előjáróink között. Amikor az előjáróink például egy olyan eseményt, vagy egy utasítást, vagy egy parancsot adnak ki, amely az egész hallgatói állományt érinti, akkor ezeket az utasításokat először a szakaszparancsnokok kapják meg, és a szakaszparancsnokoknak a kötelessége ezt továbbítani a szakasztársaik felé. Illetve például az alaki szabályzat is rendelkezik arról, hogy a szakaszparancsnokoknak a szakasz élén kell elhelyezkedniük, a vonuláskor a szakaszparancsnok, aki vezeti a szakaszt, vagy az évfolyam sorakozókon is ők állnak a szakasz élén, illetve az alaki szemlekor is ők adják ki a szakaszoknak a vezényszavakat. Emellett ez az egész rendszer az azt segíti elő, hogy megfelelő rendészeti szocializációba vegyünk részt, és a rendészeti szerveket jellemző hierarchikus viszonyba könnyebben be tudjunk illeszkedni. Azonban ami mindennél fontosabb, hogy bár a szakasztársaink közül vagyunk kiemelve, viszont értük. Tehát értük teszünk mindent szívvel és lélekkel, és ezt mondhatom minden szakaszparancsnok nevében is. Úgy gondolom, hogy ilyenkor mindenki valamilyen kézzelfogható eredményre gondol, azonban én ezt nem teljesen gondolom így. Nekem is van egy ilyen például a fejemben, amikor tavaly 2020-ban az előjáróim a tanulmányi átlagom alapján kiválasztottak arra, hogy elnyerhessem a belügyminisztériumi rendeletben meghatározott legmagasabb tanulmányi pótlékot, viszont számomra nem ez okozza a legnagyobb büszkeséget és a legnagyobb eredményt, hanem az, amikor például a szakasztársaimmal együtt megálmodunk egyfajta tevékenységet, egy ötletet, és ezt együtt közösen végrehajtjuk, illetve egy másik, amikor a kiképző társaimmal együtt látjuk, amikor bevonulnak az elsős hallgatók a rendészeti alapfelkészítésre, és a rendészeti alapfelkészítés intenzív szakaszának a végén pedig végrehajtják sikeresen az alaki szemlét, és ott állni, na azt tölt el igazán büszkeséggel, és ezekre az eredményekre vagyok igazán büszke, mert ezt az eredményt és ezt a büszkeséget bár én érzem belül, de együtt értük el. A szakirányomból adódóan én közlekedésrendészeti szakirányra járok, és ez a szakterület áll a szívemhez a legközelebb is, így a témámat is ilyen megközelítésből írtam, és a dolgozatomat is így választottam ki. Az én dolgozatom címe az alternatív közlekedési eszközök szabályozásának akadálya, budapesti helyzetképe különös tekintettel az elektromos rollerekre. Röviden, hogy miért is választottam ezt a témát, úgy tudnám összefoglalni, hogy manapság egyre több közlekedési eszköz közül tudunk választani, hogyha el szeretnénk jutni a kívánt úti célunkhoz. Azonban mindegyik eszközre más-más jellemzők vonatkoznak, más jellemzőkkel bírnak, és ebből következően az elektromobilitási eszközöknek is különböző szabályozásuk van. És én ezekre a szabályozási kérdésekre kerestem a választ dolgozatom során. Úgy gondolom, hogy a tudományos diákköri konferencia az egyik legjobb lehetőség, hogy a tudomány első lépcsőfokára léphessünk, és megpróbáltassuk magunkat, hiszen kutatásom során is rengeteg olyan kiváló szakemberrel ismerkedtem meg, akik témában segítettek, illetve meg tudtam méretni magam, és rengeteg tapasztalatot is szereztem, úgyhogy mindenkinek tudnám ajánlani a tudományos diákköri konferencián való részvételt. Alapvetően a családom mindig támogatott engem, mindig a háttérben ott voltak, és hogyha bármire szükségem volt, akkor tudtak nekem segíteni, és pont ebből kifolyólag nekem édesapám szintén hivatásos rendőr. Tőle rengeteget tanultam, mind a rendőri hivatás, mind a hétköznapi élet minden területén, így mindenképpen őt tudnám kiemelni példaképként, akár az elmúlt évre. Édesapám mellett természetesen rengeteget köszönhetek oktatóimnak, előjáróimnak és szakasztársaimnak is, hiszen valamivel mindig hozzátettek és mindig adtak ahhoz, hogy én belőlem több lehessen, és ennek tekintetében próbálom vezetni mindennapjaimat is, mert azt az utat szeretném járni, ami ki van jelölve számomra. Most a mottom az úgy hangzik, hogy benned égnie kell annak, amit lángra szeretnél lobbantani másokban. És tulajdonképpen én így is éltem egész életemet, hiszen ez a láng ez bennem gyerekkorom óta, mint említettem, ég. Én gyerekkorom óta szeretem a rendőrséget, a rendészet iránti elkötelezettségem már gyermekkorom óta bennem van, és pont emiatt is, hogyha már ezzel az interjúval is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy másokban ezt a lángot, illetve ezt a tüzet fellobbantsam, hát én akkor leszek a legboldogabb, úgy gondolom. Ez a motto, ez végigkísér engem egész életem során, és mindig úgy próbáltam élni is az életem, hogy minden adódó lehetőségből kihozzam a maximumot, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ehhez minden lehetőséget biztosít számomra.